Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság nevében üdvözlök mindenkit. Örülök, hogy ilyen szép számmal összejöttünk. Én októberben találkoztam ebben a játékkal, egyből felkeltette az érdeklődésemet. Szerintem nem a 21. hanem 22. század találmánya, és ez hál' Istenem magyar emberek, magyar itt élő olyan emberek találták, akik imádják a focit. Én azt úgy neveztem el, és azt mondtam a Viktoréknek, ez olyan, mintha a modernkori klubnak a leképzése, hiszen rengeteg labdaérítés van benne, és azt gondolom, ha bármely ki is próbáltátok, már láttátok, hogy micsoda találma és micsoda lehetőség. Én most is azt gondolom, hogy egy olyan lehetőség előtt áll a magyar labdarúgás ezzel az eszközzel, hogyha ezt nem használjuk ki, akkor elnézést, azt mondjuk, akkor bolondok vagyunk. Néha itt mondják, hogy falakba ütközik az ember, de hál' Istennek ma úgy érzem, hogy végre elindultunk egy olyan úton, hogy nem az lesz, hogy na, külföldön sikeres, és akkor Magyarországon sikeres egy termék, hanem végre itthon is van nyitottság. Nagyon remélem, hogy sikerül ebből a mai bemutatóból tovább építkezni. Mondhatom, hogy a tech volt maga az élet hozt. Én újpesti panelgyerekként nőttem fel, és nyilván amikor a betonos ketrecbe fociztunk és megúntuk, akkor pihenésképpen kipróbáltuk, hogy milyen betonos pingpongasztalon lábteniszezni. Ez a pofon egyszerű megoldás hozta az áttörést, hogy ha meghajlítjuk az asztalt, akkor a labda mindig kipattan ideálisan a játékos felé. Ez az egésznek a mozgatórugója, illetve az egyedi szabályrendszer. Látom, már elég szépen próbálgatjátok az asztalt. Hát sok funkcióra lehet ezt használni, a leglényegesebb az, hogy a levegőből érkező labda, ami nem gurul, hanem a levegőből, annak az átvétele, megjátszása, a társnak a megjátszása. Nagyjából erre lett kitalálva ez a játék.